Halihó, sziasztok, kedves követőim, üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornán. Nem tudom még milyen videó lesz ez, de arra gondoltam, hogy a mi titkos helyünket megmutatom, legyen egy kis természet közeli képsora a videóban. Nézzétek el, hogy hunyorgok, mert nagyon erős a fény. Most befordítom a kamerát, és jön egy kis gártony. Ez a mi helyünk. Ez a szabad strand, de ma kivejezetten nagyon kevesen vannak. Ez egy ilyen szörf kölcsönző, és mi mindig itt emellett szoktunk lenni. Most kisütött a nap, az előbb olyan viharfelhők voltak, és olyan hullámok, hogy egyből kimenekültem, de most meg kisütött a nap. Sziasztok! Ez szerintem nem vlog lesz, de megint egy katyvasz videó, és igazából meg itt vagyok a kocsiba, de muszáj ezt nektek elmesélem, mert ez egy nagyon-nagyon vicces sztori. Szóval, először is megmutatom, hogy mennyire szépen ma kisminkeltem, ugyanis ma nem megyünk le a tóra. Ha strandolunk, akkor nem szoktam sminkelni, tudjátok, erről is már beszéltem, dupla fényvédő, nem festem ki a szememet, csak rúzsoszkodni szoktam. Ehhez viszont ragaszkodom, de ma nincs strandolás, úgyhogy ma egy kicsit sminkeltem. Szóval, itt van két szérum, így az ölembe, meg is mutatom őket. Ugye a szokásos aktív C-vitamin szérumom a Medinaturaltól, amiben ugye E-vitamin is van, és én hát erre esküszöm ezt. Tudjátok, ez most fog elfogyni, úgyhogy ezt én után rendeltem, és mindjárt mutatom a másikat is, mert ugye emiatt van a sztori gyakorlatilag. Ugyanez a Medinatural, a hialuron szérum. Látjátok. Mutatom az összetevőit, illetve a használatát. És akkor most beszélnék is róla. Arról beszélnék, hogy a biobolt, ami itt van tőlünk 5 percre, a 18 vagy 19. kerület határa gyakorlatilag, egyébként nem is olyan régóta van itt, mert a cicával jártunk a szemklinikára, ami ugyanott van, itt az Zó Plusz, és ez a Hoffer Alfred utca, azt hiszem, na mindegy, 18 vagy 19. kelet. Ez nem tudom, mert a mi részünk is itt teljesen már egybe folyik. Az a lényeg, hogy ha én a Medinatural szérumot rendelem a webshopjukból, hát ez nem negatív reklám, de sokkal drágábban jön ki. Szállítással együtt kb. 7000 forint. És hogyha eljövök ide szépen ebbe a bioboltba, először is ez egy akciós ár, 5000 forint, és ugye a két kis lábammal tipegek ide, ezért nem kerül a szállítás semmibe. És két nagyon szimpatikus csaj van itt, hát most már látásból ismertek is, mert hát rendszeresen jövök ugye ezért a C-vitaminos szérumért.
És mondja az egyik most, hogy figyelj ide, nem viszel el egy hialuronos szérumot, ugyanettől a cégtől le van akciózva, ma ilyen 3000 forint körül van. És akkor elkezdtem így gondolkozni, végül is a Geek & Gorgeous hialuron szérumom is elfogy a Revox. Van még, tehát álljunk meg egy szóra, szóval elég sok szérumom van még, de a hialuronból, ráadásul az én szárazabb és érzékeny vízhiányos bőrömnek soha nem elég a hialuron, meg hát az életkoromnak is ugye elengedhetetlen szüksége van a hialuronra. Úgyhogy mondtam, hogy na, nem fog lejárni, azt mondja augusztus, mondom, jó, viszem. És hát mondtam a csajoknak, hogy különben van még nagyon jó Izana szérum, hogyha elmentek a Rossmannba, a L'Oréal-nak a hialuronos szérumai nagyon jók, illetve amit használok most, az Eucerin hialuron filler, az is egy nagyon jó szérum. És akkor elkezdtem így gondolkozni, miközben beszéltem, hogy végül is én most promózom az Illico Beauty csatornát. És mondtam nekik, hogy figyeljetek, nem, gyertek a csatornámra, ott állandóan ezekről beszélek, hogy mit használjatok, mitől szép a bőröm, mit kell föltenni, mi tetszik, mi nem, mi jött be, mi nem, mi fogyott-e, mi nem. Úgyhogy, ha érdekel titeket, gyertek, iratkozzatok föl, és akkor mondja az egyik, hogy ja, én ezeket úgy szeretem nézni, mondom, na, akkor gyertek a csatornámra, várlak titeket szeretettel. Úgyhogy ez tök jól jött ki, ezt gondoltam, hogy elmesélem, mert hát valahogy így kell promózni. Szeretettel és kedvességgel egy beauty csatornát. Ennyi a sztori. Hát kérem szépen, hölgyeim, uraim, megint ős káosz van itt, ugyanis nincs egy normális körömlak, legalábbis most úgy gondoltam, hogy kilapozom a körmömet, ugye lemostam most a körömlakot, majd még kicsit rendbe rakom, és mondom, válaszok egy körömlakot, amit felrakok a körmömre, és megint azt érzem, hogy van itt 30 lak, ami nem kell, ki kéne dobni, és kéne 5, ami megmarad, és azt kéne használni, úgyhogy most, vagy soha. Eljött a pillanat, úgyhogy ezt most szépen ki fogjuk válogatni, mert ez így nem maradhat. Most arra gondoltam, hogy ide beállítottam szépen a kamerát, és egyszerűen itt most szépen kipakolom az összes körömlakot, és egyszerűen az lesz, hogy nem lesz olyan, hogy most azt elrakom még valamire, mert arra még jó lesz, meg hogy majd a nem tudom mit kreatívkodok, és majd belakkozom. Nem, most lesz az a pont, most jött el az a pillanat, amikor is ki fognak szépen kerülni innen végleg azok a lakok, amik nem ide valóak. Úgyhogy jövök hamarosan, csak minden szépen előbb most ide kipakolok. Először is azzal kezdtem, hogy teljesen kipucoltam az egészet. Igen, és átraktam ezt a tükröt, ami egyébként a régi kozmetikai tükrömnek az egyik fele, ugyanis a másik eltört, mert a macska leverte hosszú. Ugye ezért van most nekem egy ilyen világítós tükröm, egy új. És raktam egy ilyen alufóliát, nem tudom miért, most ilyen kedvem volt, úgyhogy ezt ide kibéleltem. És akkor ide fogom most hátulra tenni ezt a kis manikűr dobozt, amiben egyébként meg a hegyezőim is benne vannak, ugye a szemöldök, szemceruza hegyezők. És még ugye ebbe vannak a mindenféle ilyen körömékszerek, amit még eBay-ről rendeltem 698 millió évvel ezelőtt, és még mindig ilyen sok van, és ez egy ilyen, azt hiszem talán valami testvaj doboz volt. Na mindegy, szóval erre tökéletes, úgyhogy ez még oda hátra jön, szóval ígyni, és hát akkor itt van az összes, mutatnám. Kipakoltam az összeset, és hát most egyesével megnézzük, hogy mi a helyzet, és már most elmondom, hogy ami nehezen nyílik ki, szerintem már az menni fog, mert azért szerint egyáltalán nem lett kinyitva az utóbbi hetekben, hónapokban, és már be is van száradva. De hát akkor ugorjunk neki. Szóval, hogy ne legyen a videó ennek a, tehát ezen része 650 perc. Ez most úgy fog történni, mivel itt rengeteg körömlak van, hogy gyorsítva fogom mutatni, és hát majd meg fogjátok látni, jelezni fogom, amelyik maradhat, illetve amelyik nem.
mondanám, hogy eddig kb. A felénél se járok, és már, hát én nem is tudom, vagy 1, 2, 3, 4, 5, kb. 10 lakot már kiszortíroztam, és van, amit azért sem nyitottam ki, mert ősrégi, és tudom, hogy már 100 000 éve itt van a fiókba, úgyhogy ezt mielőtt még megkérdeznétek, hogy és azt miért meg, hogy azért, mert kb. Felfordítom, és már nem jön belőle semmi, és én 2-3 éves lakokkal már nem fogok mit kezdeni, de lássuk a többit. Láthatjátok, ez a hatalmas kupac, ami részben már ilyen full beszáradt fedőlakók, ősrégi, egyéb lakók, meg hogy majd jó lesz valamire, meg volt, amit ki se tudtam csavarni. Na jó, szóval készbe fejeztük, nem tartogatok én itt olyanokat, amiket soha nem fogok használni. Például, na jó, értitek, tehát is ez. És egy csomó ilyen van. Úgyhogy ezek most mind mennek szépen egy szatyorba. Na kérem szépen, így kell ezt csinálni, és ez mind landolni fog a kukába. És hát mutatnám a végeredményt. Egy mondhatni színskálát hoztam, hoztam így össze. Ezek végül is a kakukktojások. Ugye van nekem itt egy, egyébként ez egy nagyon jó minőségű, azt hiszem, hogy Revlon, ha jól emlékszem. Igen, egy Revlon körömlak, különben az ő száma, mindjárt mondom, a 933-as, és ez egy nagyon különleges ilyen óaranylak. Ez ilyen különlegesség kategória, ugyanígy ez a Moira lak, amik egyébként a Moira körömlakok nagyon-nagyon jók, úgyhogy ezt a kéket is megtartottam, illetve van két ilyen sötétebb, az egyik egy Lavlish, ez a bordós, illetve ez volt még az operában, de ez már a második körömlag, a Leander és Lenziron meseoperában a tündérnegédes körmöm, úgyhogy ezt még egy ilyen emlékben is megőrzöm, úgyhogy hát, ha még szüksége lesz rá, de hogyha nem, akkor is ezt emlékben megtartom, és akkor itt vannak a pirosak, itt van Rival, Loves Me, Moira, nem tudom, talán ez egy Miss Sporty, ez is egy Lovely, akkor vannak a Sally Hansen körömlak, aminek a felét ki kell dobni, de itt van ilyen pinkes, ő is egy Riválos pink, és akkor itt van egy ilyen nude kategória, Moira, Rival, Catrice, Essence, ezt most fedeztem föl magamnak a Müllerben, ez az Ennit, ez egy állati jó körömlak, és akkor van itt Maybelline, ez is azt hiszem talán nem, ez egy Polystar, egy Moira, és akkor van ilyen glitteres, ez a kettő is egy ilyen különlegesség, mert ez egy ilyen holografikus, ez meg ilyen glitteres szerűség, és hát ezek a legvilágosabbak, ugye az új Yves Rocher-s körömlakom, a Moira, illetve van itt egy ilyen alaplak, ami egy ilyen erősítő az Evelyn-tól. Úgyhogy most vissza fogok szépen pakolni. Szépen milyen jó a helyzet? Mennyire
Átlátható, mennyire szellős. Ebbe a kis ezüst tartókába raktam egyébként a nódokat, illetve a legvilágosabbakat, úgyhogy azok így külön vannak. Különben a fedőlakokat szoktam ebbe rakni, de mint láthatjátok, egy sincsen, úgyhogy be kell szereznem. És akkor ezek a különlegesebbek itt vannak hátul, meg a sötétebbek, és a pirosak így egy stócban, illetve ezek a korallosak. És hát most ki fogok választani egy körömlakot, amivel ki fogom lakozni a körmömet, és megmutatom a végeredményt. A körömlak, amire esett a választásom, az nem más, mint a Riválnak. Ez a 12-es Lucky Charm körömlakja, és egyelőre egy rétegbe van fönn, nagyon-nagyon tetszik. Felrakok még egy réteget, és megmutatom a végeredményt, de szerintem ez egy állati szép, ilyen világos nude májva szín. Nagyon szép, ilyen púderes. Na, sziasztok! Kipróbáltam ezt az önmelegítős maszkot. Életemben még ilyet nem próbáltam, és amikor lemostam, akkor teljesen úgy működött, mint egy bőrradír. És megmondom őszintén, ezt nagyon megijedtem, mert annyira forró lett az arcomon azonnal, aztán úgy kihűlt, vagy megnyugodott. Mondom, jó, várok, 15 percet kellett rajta hagyni, és figyeljetek, olyan lett a bőröm, mint a baba bőre. Most ezt komolyan mondom. Tehát én szerintem ez tök jó cucc, és én ezt újra fogom venni. Az az igazság, hogy én utánolvastam a krémmánián ennek a maszknak, és egyöntetően csak jót írtak róla, de azért meglepő volt, én még ilyet soha nem próbáltam, és nagyon pozitív. És nagyon szép a végeredmény. Úgyhogy szerintem még fogok venni. És azt érzem, hogy nagyon szépen, olyan puha a bőröm, úgy kitisztult. Ugye én most elég sokat voltam strandon, mindenféle behatás érte, úgyhogy nem ártott egy kis mély tisztítás. Sziasztok! Mutatnám ezt a kis ruhát, ugyanis régóta nézegettem ezt a webshopot, ami nem más, mint a Reserved, de hát úgy nem nagyon találtam úgy a méretemnek valót, és nem hiszitek el, és már egyébként elmondanám, hogy nagyonak is tűnik valahol. Ez egy sima XL-es ruha, és igazából nem is kellett volna alávenni biciklis nadrágot, de ma ilyen hangulatom volt, simán föl lehet venni különben anélkül, mert, mint látjátok, egyáltalán nem rövid, és állati kényelmes, és az nagyon tetszik benne, hogy itt teljesen följön a nyakánál, viszont hátul pedig kivágott, mindjárt mutatom. Tehát látjátok, egy ilyen V alakú, és ilyen szexi, hogy így kilóg ez a érdekes melltartó pánt. Úgyhogy ma ilyen vagyok. És a színe is nagyon tetszik, és hát látjátok, hogy én nekem van ehhez ugyanolyan színű tornacipőm, miért is ne lenne, ugye?
Úgyhogy a mai outfit az ilyen. Sziasztok! Mutatnék egy újdonságot, ami tulajdonképpen számomra újdonság. Az ecset az nem újdonság, csak azért ezt tettem ide, hogy ezzel az ecsettel vittem föl ezt a pirosítót. Különben ez egy nagyon jó kis pirosító ecset a 400-as a Real Techniques-től. Szóval őróla van szó. Ez a Makeup Factory nevű német márka, Müllerben lehet kapni, és én ezt tegnap kaptam ajándékba, Alma papitól egyébként, és a közös videónkat megtaláljátok a csatornámon. Szóval ebben nagyon-nagyon érdekes színek vannak, ilyen májvás, barnás és ilyen púderes szín. Ez szerintem egy ilyen sötétebb árnyalat, ami nekem tökéletesen megfelel. És leveszem egy pillanatra a fényt, hogy ott milyen, hogy esetleg jobban látjátok. Bizony, így azért most élénkebb a színe, hogy csak a két spotlámpa világít ugye az én kis smink tükröm fölött. És látjátok, hogy egy nagyon-nagyon szép rózsaszínes májvás, egy barna és egy ilyen középpúder árnyalat. Nagyon kis csini a csomagolása, és az ő száma, az a 257-es, ha igaz, de a neve az a Rosy Shine, úgyhogy ha esetleg érdekel titeket, ezt kerestétek. Úgyhogy most mindjárt megmutatom az arcomon is, hogy ez a Makeup Factory pirosító hogy mutat. Nos, lehull a lepel, mutatom nektek így ebben a körlámpa fényben, hogy milyen a smink. Ugye, amit tesztelek, illetve ugye egyszer már kipróbáltam, de egy kicsit túlzásba estem, amikor kaptam a pirosítót, egy picit sokat tettem föl. Én szerintem most pontosan eltaláltam azt az arányt, de majd úgyis megnézzük a természetes fénybe, hogy mi az a az az optimális szín, ami nekem passzol. Ugye én már nagyon-nagyon le vagyok barnulva, nagyon szép, egységes barna színem van, és ugye ez egy sötétebb tónusú pirosító. Kicsit ugye bronzosítóba hajló, ilyen duo bronzer pirosítónak is mondanám. Nekem ez nagyon tetszik, és nagyon természetes, nagyon jól mutat az arcomon, szerintem. Úgy is megkérdeznétek, és szerintem említésre is méltó, az a paletta, amivel most sminkeltem, ugyanis a Revolutionnak a Nude on Nude palettáját vettem elő, elég sok paletta is kikerült már, hál' Istennek, amiket nem használok, és szortírozás alkalmával most már tényleg seprem ki azokat a cuccokat, amikhez hozzá se nyúlok, vagy lejárt is kuka. De ezt a palettát azért mutatnám, tehát ez egy gyönyörűséges paletta, és ezt az ilyen picit szaténosabb baraszszínt használtam, illetve ezeket a színeket. Ez épp hogy csak egy pöttyintésre ide a mélyítőbe, de tényleg csak épp hogy egy ilyen ott van, és tudjátok, hogy hoztam is ajándékot, nem is, úgyhogy ez tényleg ez a kategória. Még egyszer mutatom, Revolution Pro Nude on Nude paletta. Kihúztam most kékkel a szememet, a vízvonalamat, a Vivien Szabónak a 04-es, ez egy nagyon jó szemceruza. Még mindig azt mondom, hogy a legjobb szemspirál a Nye Oleári, a Müllerben tudjátok megvenni, és ma az Yves Saint Laurent-nak tettem föl ezt a nagyon szép krémes rúzsát. Ez egy nagyon-nagyon szép árnyalat, nagyon krémes, majdnem, hogy azt mondom, hogy ilyen szájfény hatású. Látjátok, de kimegyünk most is, megnézzük a természetes fénybe, különben 49-es számú ez a rúzs. Ez egy nagyon exkluzív, nagyon luxus rúzs, az érzete is, az illata is, súlya is van, tehát szóval, hát nem véletlen Yves Saint Laurent. Nem vagyok sznob, nem arról van szó, hogy én most csak ilyen drága rúzsokat használok, de azért érzem a különbséget. Viszont mutatnék azért egy szín alternatívát nektek, ugyanis a másik egyik kedvenc rúzsom, ami meg egy tök olcsó árkategória Catrice-nek, a 140-es árnyalata nagyon-nagyon hasonlít ehhez, és állagra is, tehát így nézzétek, állagra is mind a kettő krémes, elég hasonló. Húztam az Yves Saint Laurent-ból egy swatchot a kezemre, nézzétek, és most ide húzom mellé.
És nagyon, nagyon-nagyon hasonló textúrájába is. Ez egy picit azért barackosabb, ő egy picit pinkesebb, de mégis amikor fölrakom, vagy az egyiket, vagy a másikat, mindig ez a kettő így párban eszemben van. Úgyhogy csak így mutatom, hogyha ilyen hasonló árnyalatokat kerestek, ezek azért nagyon-nagyon betalálnak, és igazi nyári-tavazias árnyalatok szerintem. Nos, most egy annyira jó fényt találtam, ami egy kicsit szűrt fény, nem annyira direkt fény, de így szembe jön, és nagyon-nagyon jól látszódik minden, és gyönyörű ez a pirosító. Majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy nem is kellene bronzosító, mondjuk egy kicsit kontúrozol, de ez sem feltétlenül, mert ebben a pirosítóban bronzosító szín is van. Úgyhogy ha ügyesen teszed föl, akkor egyszerre pirosító és bronzosító is. Nagyon szép szerintem az összhatás, nagyon tetszik most, hogy én föltettem ezt a szemsminket. Többet kellene hozzányúlnom ez a palettához, méltatlanul hever szerintem, csak úgy a fiók mélyén, mert nagyon szép, és tényleg állati gyönyörű színei vannak. A kék szerintem feldobja a vízvonalamnál, és a rúzs is szerintem teli találat. Úgyhogy én szerintem én most ezt a videót itt lezárom, ugyanis ez már most már tényleg egy katyvasz videó megint. Lehet, hogy elindítom ezt a sorozatot, hogy katyvasz vlog videó, mert ez tényleg az, tehát ebben aztán minden volt. Remélem azért tetszett nektek, remélem hasznosnak találtátok, úgyhogy most gyorsan elkészülök és útnak is indulok. Elköszönök tőletek, sziasztok, köszönöm, hogy megnéztétek a videót.